A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit február 14-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban Csóri Sándorra és Csanádi Imrére emlékezünk, majd két képzőművészeti tárlat és egy különleges kiállítás beszámolójával várjuk Önöket. Tartsanak velünk! Két zámai születésű költőre, Csóri Sándorra és Csanádi Imrére emlékeztek születésük évfordulóján a Szent István Művelődési Házban. A találkozón bemutatták a két költő életművét bemutató tanulmánykötetet is. Most elég sok az űrzavar, de ennek ellenére lehet verset írni. Szerintem mindig is lehet. Az egyénnek számtalan lehetősége van, de igazán csak egyet tud szolgálni vagy diadalra juttatni. Sajnos többnyire csak azután ismerjük fel lehetőségünket, miután elmulasztottuk vagy elvesztettük őket. Föloldhatatlan ellentmondás, de uralkodni csak azon uralkodhatunk, amit már értünk, vagyis a múltunkon. Aki teljesebb életre vágyik, legtöbbször emiatt az ellentmondás miatt él át katasztrófákat, vagy bukik bele drámáiba. Talán ez a gondolat is rávirágít arra, hogy milyen fontos számunkra az az életmű, amit Csóri Sándor ránk hagyott, és miért is kell ezzel legjobb tudásunk szerint gazdálkodni. A Székesfehérvári Csóri Sándor Társaság minden esetre gondoskodó tisztelettel gondozza életművét, s ez a Szent István Művelődési Házban megrendezett esten is bebizonyosodott, ahol is a költő születésnapján, kiegészítve a másik nagyszerű zámai születésű lírikus Csanádi Imre évfordulójával, egy olyan irodalmi esttel köszöntötték a két legendát, ami méltó hozzájuk. 93 éve született Csóri Sándor Zámolyon. Én eszembe jutott, hogy akkora tél volt akkor, amit sokszor elmondott és megírt, hogy a bába a kerítésen át tudott bemenni a szülőházba. És én azt hiszem, hogy a költészetében a hómotívum az talán ezzel is összefügg, nem véletlenül jól sokat foglalkozott a hóval, mint természeti jelenséggel. Igen, erre az alkalomra most sikerült kiadnunk azt a kis füzetet vagy kötetet, ahogy mindegy, hogy hívjuk, amely a Csanádi Imréről és Csóri Sándorról szóló konferencia anyagát tartalmazza. És nagy öröm számomra, hogy ezen a évanyító műsorunkon itt van a költő unokája, Csóri Sándor Sündi, és hozzáteszem, hogy van egy másik unoka is, hiszen Csengei Márton, a versmondó fiú, pedig Csengei Dénesnek, a rendszerváltás nagy alakának a unokája. És azt hiszem, hogy itt a költ, az irodalom, a zene, egyáltalán az emlékezés az fontos szerepet tud játszani mai napon. Gró Gáspár, a Pető Sándor díjas kiváló irodalomtörténész számára a drámaíró Csóri Sándor késztetései alapján megszületett filmek megszületése az, amit azt a különleges érzelmi világot és alkotói erkölcsöt megmutatja, ami életútjának egy kivételesen fontos szelete. Csóri dráma írás problematikája volt, ahonnan én elindultam. És Csórinak van naplójegyzete, és többször el is mondta, hogy drámát szeretne írni. Végül is nem ír soha drámát. Viszont írt helyette filmforgatókönyveket, ami tulajdonképpen az ő szempontjából egy dramatikus műfaj volt, tehát dráma helyett filmeket írt, és azt hiszem, hogy ezzel ugyan elvesztettük a drámákat, de nyertünk kitűnő filmeket. Ahogy zötyögtem idefelé a vonaton, azon tűnődtem, hogy három kiváló forgatókönyve volt, amit meg kellett volna filmesíteni, ebből kettő valósult meg. A Dózsa film, az Ítélet, és a 80-20-ára ugye a Lenkei század hazatérte tragédiája, és ez a történet, de közben volt még egy harmadik, a Madé falva film. És azon tűnődtem, hogy ha most annyit beszélünk filmekről, történelmi filmekről, a filmkultúra nemzeti történelemhez kötődő alkotásairól, mi lenne, hogyha valahol sikerülne elérni, hogy eszébe jusson valakinek, hogy ebből is filmet kellene csinálni. Úgyhogy abban reménykedem, hogy esetleg, hogy én ezt megírtam, esetleg már lehet házalni, hogy kérem tisztelettel, van itt még egy olyan forgatókönyv,
aminek nagyon is jót tenne, és a magyar filmgyártásnak is jót tenne, hogyha ez megvalósulhatna. Az 5. évszak zenekar tagja a junior prímadíjas Csóri Sándor Sündi, Csóri Sándor unokája, népzenészként örökíti át nagyapja magyarság vízióját, mindazt, ami az ember, az alkotó, a gondolkodó sajátja volt. A méltó módon emlékezés az mindenkinek kiáll, aki igazából itt köztünk volt, és a legegyszerűbb, ahogy mindenki hozzá lehez, egy gyertyát gyújt és rágondol, a szeretteire itt. Ugye nyilván én, mint unokaként, vagy mi, mint családként, nekünk teljesen más viszonylatban is volt közünk egymáshoz, nem csak úgy, mint egy közéleti ember, hanem mint tényleg, mint nagypapa, és azt kell, hogy mondjam, hogy kiváló nagypapa volt, és remélem, hogy ezt tudta is. Ha nem, akkor most innen üzenem fentre, hogy menjen át az információ, az üzenet. A népi kultúra veretes szereplőjeként mivel készültek ma? Ma lényegében két olyan verset fogok elénekelni, amit ő írt, és dalban él tovább. Jó pár versét feldolgoztam már, de ezt a kettőt gondoltam, hogy ezt ismerik is az emberek, és könnyebben tudnak vele azonosulni dalként is, és más költőktől is választottunk verseket. Többek között egyiket Vas Albertől választottuk. Van két népdalt is fogunk énekelni, és lesz egy olyan feldolgozás, amit Doberdó, tehát egy doberdói dal, vagy az a dal, ami igazából egy generációt megmozgatott, hogy kimegyek én a doberdói nagy hegyre, vagy a rétre, vagy bárhova ki hogy énekli. Még emlékszem, a nagy barátja Kósa Feri, hogy énekelte, ha kimegyek a nyíregyházi nagy hegyre, tehát ez többféleképpen él tovább, de ez is egy olyan dolog, hogy kicsit magunknak is játszok, kicsit a családnak is, az élőknek is, de hát pont azoknak is, akik már nem lehetnek közöttünk, többek között ugye nagyapám, a nagyanyám is, meg édesanyám is, úgyhogy ők már itt együtt éneklik ezeket a dalokat. Vári Fábián László kárpátaljai Kossuth-díjas költőnk a társaság alapító tagjaként tekintett vissza az arra az időszakra, amikor Csóri Sándor költőtársaival elindította azt a folyamatot, amely a népiség tisztaságában szemlélte a magyarság jövőjét. Néhány éve létrejött a Csóri Sándor társaság. Azt hiszem, már is sokat tettünk azért, hogy ennek a nagyszerű írónak, a 20. század egyik legnagyobb elméjének, magyar gondolkodójának az emléke fennmaradjon, és az életműve ne vesszen a feledés homályába. De valóban olyan emberekről van szó, mindkettőről, Csóriról és Csanád Imréről, akik a 20. századi magyar költészetért, magyar irodalomért nagyon sokat tettek. Ez a két életmű nem veszhet feledésbe, erre a két életműre emlékezni kell. Azon kívül Csóri Sándor, hogy az egyik legközkedveltebb és legnépszerűbb költőnk volt a 20. században. Eszéíróként, szociográfusként, és igen sokat tett azért, hogy a magyar nemzet fennmaradjon. De Csanád Imrével közösen a magyar költészetet olyan szinten művelték, amelyre a mai nemzetégeknek, a követőiknek is figyelni kell. Jó lenne hozzájuk igazodni minden tekintetben a fiatal alkotóknak, mert ezek az emberek a nemzetért, a nemzetközösségért felelősséget tudtak vállalni,
és ezt a felelősséget méltósággal képviselték is. Csóri Sándor, emberek, állok. Teli van csönddel ez a hang. Teli van csönddel a világ. Rossz csönddel. Nehéz csöndben, mintha egy néma kakukk fészkelte volna a fülembe magát. Hiába suhoráznak fémes kamionok az éjszakában. Hiába lövöldöznek próbabágókra vérengzésre készülő titkos terroristák. Doboz mindenség sükebbsége bolykál a hajlójáratokban. Tombák a vasgolyók is, a vonatok, az álmok, erdők vergőnek hangtalanul, vasvilára feltűzött rongyos kapjuk. Talán meg kellene szeretnem valakit. Csengei Márton, a Fehérvár versünnep egykori győztese, maga is egy veretes család leszármazottja, hiszen nagyapja Csengei Dénes a rendszerváltás idejének egyik meghatározó író politikusaként Csóri Sándorral együtt sokat tett jelenünkért. Nagyon sok verset olvastam el Csóritól, korábbi életemben ez nem fordult elő eleget, azt hiszem. Végigolvastam most majdnem a teljes műsorlistát, és számtalan helyen kellett elgondolkodnom azon, hogy mennyire aktuálisak ezek a versek ma is, és mennyire a pillanatba vágók, vagy mennyire mélyen tudják érinteni az embert egy-egy hangulat megfogásával is. A találkozó kapcsán egyetérthetünk Bakonyi Istvánnal, aki a tanulmánykötetben úgy fogalmaz, a 2016-ban lezárult életmű kutatása még sok értéket villant fel az életműből, ám az is biztos, hogy eme könyv megkerülhetetlen valamennyiünk számára. A hagyományok szerint idén is betekintést nyerhettek az érdeklődők a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumban zajló szakmai munkába. A téli tóparti stárlaton több mint 500 alkotás kapott helyet. De valami jó érzésre kiállított tárgyak között látni az enyémet, alatt a nevemet. Megnyílt a Tóparti Művészeti Szakgimnázium tárlata. A sokra hivatott fiatalok ismét bizonyították tehetségüket a rajzok és a festmények mellett kivételes színvonalas grafikákkal, kerámiával és textilműves alkotással jelentkeztek. A tárlat megnyitóján Cserpakovics András örömének adott hangot, hogy a tópartis tehetségek újra bizonyságot adtak kreativitásukból. Ez egy nagyon szép szakmai együttműködés, aminek végülis a célja is, sok esetben már azt mondhatjuk az eredménye is, hogy fiatalokat készít föl, többek között kulturális vagy éppen művészeti pályára, de még ha nem is megy a művészeti pályára, bennük lévő tehetséget megmutathatják, és aztán az élet nagyon sok területén kamatoztathatják. A Tóparti azt hiszem egy jó alma mátere azoknak a fiataloknak, akikben ez a tehetség ott van, és egy jó fórum a tehetség megmutatására évről évre ez a tárlat és ez a kiállítás, amit most nagy örömmel nyitok majd meg. Megtisztelő, hogy felkértek, és izgalommal nézem meg majd én is a gyűjteményt. Egyébként fontos elmondanunk, be fogom jelenteni, hogy miután elindult a tóparti felújítása, hiszen január 20-án átadtuk a munkaterületet, és 15 hónap alatt teljes egészében kívül és belül is megújul a tóparti bruttó 3,1 milliárd forintos állami támogatásból. Ez nyilván azt is jelenti, hogy kicsit most nehezebb lesz, és egyrészt türelmet és megértést kérek a tanároktól és a diákoktól, szülőktől a következő hónapokra. Másodszorban pedig, ugye ez a kiállítás is jövőre nem várható, nem tartható itt meg. És azért felajánlottam, hogy hát akkor a jövőbbi gyűjteményt és kiállítást azt vigyük a Városházára, és azt hiszem, hogy ezzel is büszkén fogjuk vállalni és vallani, hogy ez egy diákváros, azon belül a Tóparti egy nagyon fontos iskola, és azon belül a művészeti képzés pedig tanároknak köszönhetően, és a diákok érdekében nagyon minőségű képzést ad. A három szakma, grafikus, a kerámia műves és a textilműves képzése sajátosságainak megfelelően
megfelelően technikai, anyagismereti, stílustani ismeretekre épül. A kiállítás idén is bizonyítja, hogy a fiatalok művésztanáraik útmutatásával tudnak értelmet, jelentést adni annak, amit látnak, és képesek a technikát, illetve a kifejezésmódot megfelelő módon alkalmazni, emelte ki Vízi László Tamásné, az intézmény igazgatója. Azt hiszem, hogy sikerült azt a hivatásunkat betölteni, amit annak idején, most már több mint 2 évtizeddel ezelőtt a művészeti oktatás létrehozott. És én is azt hiszem, hogy valóban igaz az, hogy nagyon sok tehetség került ki már itt ebből a képzésből, és mindig megvan a megfelelő utánpótlás, akik, mint látható lesz itt a most nyíló kiállítás során is, pontosan be tudnak lépni a helyükre. Aznál is inkább, mert a művészeti irány választásánál most is elmondhatjuk, hogy az egyetemeken és az egyetemekről való kikerés után nagyon-nagyon sikeres életutat mondhatnak magukénak a volt tópartisok. Nagyon fontos, hogy azok a pedagógusok, akik segítenek a fiataloknak, továbbra is itt vannak velünk, és azt hiszem, hogy megerősítést jelent például az, hogy az idei Pro Kultúra díjat például a Székesfehérvári Művészek Társasága nyerte el, és hát számtalanan itt vannak a pedagógusok között is. Így van, én is nagyon büszke vagyok erre, és mindannyian büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan alkotói közösség tagjai között dolgozhatunk mi közismereti tanárok, mint amilyen az előbb említett módon ehhez a társasághoz tartozó művészeket jelenti. Azt is tényleg örömmel mondhatom el, hogy a kezdetektől már a kollégák itt vannak, és akik kiesnek, hiszen az idő megy előre, szerencsére volt tópart is diákokkal tudjuk, mint művésztanárok. Pótolni. Azt hiszem, hogy ez megint csak a folytonosságot kellőképpen hangsúlyozza és támasztja alá. Végvári Beatrix, a művészeti tagozat vezetője megerősítette, a folyamat, amely idestova 30 éve szolgálja a művészeti képzést, a tehetségek kibontakozásának biztosítását, a szaktanárok segítségével új, immár a tárlat arculatában is megmutatkozó szempontok és nézőpontok is megjelenhetnek, amely egyben a szakmai fejlődés záloga is. Kapcsolódhatok akár a 30 évhez, hiszen a tóparti művészeti tagozata is körülbelül ennyi idős. Az az öröm, ami amikor elindult a művészeti képzés Székesfehérváron, az a mai napig bennem van. Az, hogy tehetséges, érzékeny diákoknak lehetőségük van nagyon komoly fejlesztést kapni, tudatos fejlesztést kapni, intézményi keretek között fejlesztést kapni, és szabadon dönteni, hogy művészpályára kerülnek, vagy más területre, hiszen egy olyan gimnáziumban és szakgimnáziumban tanulnak, ahol a közismereti tárgyaknak és a művészeti tárgyaknak az egyensúlya abszolút mérlegen van, tehát nincsenek elkallódó gyermekeink, és az esély meg itt van előttük. Pinke Miklóssal annak idején pont ez ilyen misszióként indult a tóparti képzés, ma már egy nagyon elismert és egy tisztelt intézménye a művészeti képzésnek a tóparti, és ami itt kint van, ez bizonyítja. Jó azzal szembesülni, hogy esztendőről esztendőre a kirepülő tehetségek, fiatal növendékek után jön a következő korosztály? Jön a következő korosztály is, mindig szembesülni arra, hogy mennyit változnak a gyerekek, hogy nekünk is mennyit kell változni, ez inkább kihívást jelent nekünk újra és újra. A tárlaton bebizonyosodott, hogy az ígéretes, kreatív és vizuális érzékenységű alkotások mögött komoly szakmai teljesítmény áll. A tópart is növendékek jó úton járnak, hogy elsajátítsák azokat a mesterségbeli fortélyokat, amelyek a biztos jövőképet jelenthetik. Egy egészen kivételes alkotó mutatkozott be a Vokéban, Mónus Jenő félig várpalotai, félig izlandi festőművész szürrealista, mégis valóságos alkotásait hozta el Fehérvárra. A Vokke Vörösmarty Mihály Művelődési Ház ismét egy kivételes alkotó műveivel fogadta a képzőművészet fehérvári barátait.
Mónos Jenő a Várpalotán született autodidakta művész, aki az elmúlt időszakban az év nagy részét Izlandon töltötte, és a fennmaradó időben alkotott, absztrakt, különleges asszociációkat feltáró műveiben a természettel való viszony, az emberközpontuság és a tudatalatti világ csodái fedezhetőek fel. Szakadatlanul gyűjti az élményeket, amelyből a szellemisége táplálkozik. Igazából én alapból szürreális beállítottságú vagyok, énnek nagy kedvencem a Salvador Dali, de valahogy nekem is ki kellett találni egy stílusjegyet, mert hogyha én Dalit másolok, akkor abból nem lesz semmi. És ezek a gondolatok igazából most már 45 éve foglalkozom a képzőművészettel, ezek a gondolatok szerintem már belém is ivódtak. Adott 11 évet éltem Izlandon, ott adottak voltak a rusztikus hegyek, a víztükröződések, az ellentétek, a szikla és a víz. Ezek nálam mindenképpen ott vannak. A madarak, a szabadság jelképei, mit tudom, a szellő, egy valami rongy lebeg a levegőbe, egy sejem, és olyan könnyűvé teszi a képet. Általában olyan képeket szeretek festeni, ami szürreális jellegű is, ami a nézőben a jobb gondolatokat ébreszti. Igen, akkor impulzust ad nekünk, magam is így gondolom, hogy gondolkodjunk el, és próbáljuk meg azt látni, amit ön láttatni kíván. Ez érdekes dolog egyébként, mert igaz, hogy most az elmúlt 5 évben a Covid miatt, meg külföldi munkák miatt nem tudtam kiállítani, és azóta ez az első megjelenésem 5 év után, de azért érdekes, mert rengeteget állítottam én ki, és általában beszélgettem nézőkkel, beszélgetni szoktunk utána, és ha beszélgetek a nézőkkel, akkor igazából ők is ugyanazt fogalmazzák meg, amiért én megfestettem a képet, csak éppen máshogy, nem ugyanazokkal a szavakkal. De ettől függetlenül mindannyiunkhoz szólnak a képei. A népszerűsége töretlen nyilvánvaló, de hogyan tovább, megmarad ennél a stílusnál, és folyamatosan újabb és újabb eszközrendszerrel mutatja meg nekünk? Azt hiszem megmaradok ennél, mert sok éven betelt, amíg egyáltalán a technikát és a kompozíciót. Hát a kompozíció az talán még úgy velem is született, az aranymetszés szabálya, hogy hogyan kell egy képet szépen egyensúlyban rakni, megfesteni, de tanították is nekem természetesen. A technikát azt megint Messengertől egy akkori csapatban, 3-4-en voltunk és jártuk az országot, és tehát megvolt a technika is, megvan a most már, hogy hogyan kell egy képet szépen elkészíteni, hogy az egyensúlyban legyen. Na most erre nekem sok időm elment, ezen már nagyon nem igazán akarok változtatni, csak azok az ötletek, amik jönnek, vagy amiket megálmodok, azokat papírra dobom, vagy amit látok a természetből, és hopp, ezt egy jó témának tartom, akkor azt kiragadom, és akkor megfestem. De az irányzat az marad ez, és szép tájakat is festek, hogy például egy tájba bele tudjak tenni egy szürreális motívumot. Megerősítést jelent a siker, hiszen meg annyi kiállításon tapasztalhatja ezt meg. Igen, mindenféleképpen, és megmondom őszintén, hogy megint nagyon örülök, pont ezért az 5 év után, hogy most megint megjelenhetnek a képek, kijöttek a plédek alól, itt vannak a falon. Sok jó embert ismerek meg. A képzőművészet alapból engem sok nehéz helyzeten is áthúzott, tehát ilyen lelki dolgok, ha rossz kedvem volt, festettem egy képet. Izlandon töltöttem 11 évet, és ott is sokszor egyedül voltam, egyedül mentem. És festettem ott is egy-két képet, akkor azért helyre rakta a lelki egyensúlyomat. És ott is kiállítottam, ott is galériákban dolgoztam, tengeren túl is, Kanadában is. Tehát a képzőművészet most már tényleg úgy van nálam, hogy enélkül ezt nem hagyom abba. Mónos Jenő festményei színeikkel, villanásaikkal, gesztusaikkal ellentmondanak a múló időnek és minden reálisnak tűnő emberi tapasztalásnak. Ahogy mondja, a két hiteles őselem a víz és a levegő ölelkezéséből teremti meg a végtelennek, időtlennek tűnő képi világot, amelynek mélyén ott sejlik mégis valami bizonyosság, dogmákhoz nem köthető hit, szemérmes vallomás a gondviselésbe vetett reményről, a véges emberi érzékelésen túli világ sejtéséről. Egy bizonyos, a szép számú látogató megtapasztalhatta, a kiállított alkotások olyan nem-e világi helyeket ábrázolnak, ahol az ég a földdel összeér, ahol megtapasztalható a misztikum, ahol bizonyosan megérintheti a fogékony lelket a természet szakralitása. Egyedi pók és kisállat kiállítás várta a látogatókat a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. A tulajdonos gyűjtő, Németh János Kristóf számtalan különleges példányt mutatott be a tárlaton. A
6 éves, óriás gyík. Mosolygó és álmélkodó gyermekarcok, pózoló kisfiú egy kígyóval, mindez része volt annak a Varázslatos Természet című kiállításnak, amely pókok és kisállatok kivételes tárházát mutatta meg a látogatóknak a Gárdonyi Géza művelődési házban. Német János Károly gyermekkori álmát valósította meg a különleges gyűjteménnyel. Gyerekkordul kezdődik, amikor így a gyerekekkel 86-ban, az igazán régen volt, kifutottunk a mezőre focizni, és megláttunk egy zöld gyíkot, hogy merre szarad, és én valami belső indítatást éreztem belül, hogy én nekem ezt a gyíkot meg kell fogni, és otthon a édesapám meg a nagyszüleim vidéken laktunk Dunavarsány környékén, Pesttől nem messze, kimentünk focizni a srácokkal annak idején a régi szép időkbe, és 2 gyíkot megfogtam, és rendesen boldog voltam, hogy megfogtam ezt a 2 mezei gyíkot, és valójában a nagypapa addig ösztönzött minket, Isten nyugosztalja, légy szíves fiam, engedd el ezt az állatot, hagyd menjen, hagyd boldoguljon, és így ős gyökerektől innen indult ez az egész procedúra. Utána vettek nekem ajándékba kisebb állatot, vettek nekem ilyen kisebb kígyót, akkor végül is valamikor egy pár évvel ezelőtt akkor kaptam ajándékba egy tarantulapókot, és hobbi szinten kezdtük el űzni, tehát megmondom őszintén önnek, hogy ez így hobbiból indult, és így a gyökerek így a mezei gyík, hogy szalad meg, hogy néz ki, és felkeltette nagyon az érdeklődésemet már gyerekkoromtól fogva, hogy én, nekem a szenvedélybetegségem a hobbi állatgyűjtés lesz. Ebben értendő teráriumállatok, halak, teknős béka, vízikígyó, akkor mezei sikló, többféle tarantulat létezik, akkor van pöttyös gekkónk. Hogy lehet fejleszteni, hogy lehet kitágítani azt a kört, amit gyűjt? Mai világ az internet világáról szól, hiszen már lassan mindenkinek a világon a zsebébe van az okostelefon, és vannak hobbi állatgyűjtők, akkor vannak hobbi állattenyésztők Budapesten bőven, és vannak egyes hobbi állattenyésztő expók, akkor vannak propagandák plázába, amik így kipakolnak, akkor vannak expók, akkor vannak hasonló interneten föltett portálok, akik eladják, valaki ajándékba kapja, és ez a valaki ajándékba kapja, nem biztos, hogy tudja róla gondoskodni, mert ugyanis ezekről az állatokról minden nap a hétköznapjainkban gondoskodni kell. Reggel, délben, este, és vizet mindegyik állatnak kell adni, és ezek valójában mindnyájan trópusi állatok. Tehát például vannak egyes fajok, akik Ausztráliából származnak, vannak egyes fajok, akik a trópusi őserdőből, Vietnámból származnak, vannak egyes fajok, amik védettek, és vannak egyes fajok, amit hobbi állat célra lehet tartani. Természetesen itten ilyen hobbi állat céluk vannak, de legrégebben 14 éves koromban kaptam ajándékba egy krokodilt, amit évekig megtartottam, és a mai állattartási szabályok is engedélyek már nem engedélyezik, de ezt nekiadtam egy debreceni állatkertnek egy kajmán, tehát krokodilt. Egyébként csirkehússal táplálkozott, meg szerintem egy krokodil nem házba való, és nem házi állat egy krokodil. Ott jártunk, ott gyorsan kiderült, hogy a szülők gondoskodó szeretettel kísérték gyermekeiket, hogy megismerhessék a különböző eddig soha nem látott pókokat és kisállatokat, ami bizonyosan nagy élmény volt minden korosztálynak. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.